gyorsabb, annak gyorsabb. Akkor függően, hogy éppen milyen táncol az a mulató sereg, vendégsereg, ahhoz képest játszottak az zenét. Amit most eddig játszottunk, ugye ez a muzsikás együttes fele volt, most jön a másik fele. Most jön hozzá az, ami ezt a kíséretet, mert azt mondjuk erre, amit Éri Péter barátommal csináltuk, ez a kíséret, hozzáteszünk a dalban. A dalban most persze mindenki hozzá tudja tenni, mert van egy hangszer mindig velünk, itt a dolgunk. Az énekhang a világ legszebb hangszer. Az emberi énekhangnál nincs szebb. Rendhagyó énekórát tartott a muzsikus együttes, a Janikovszky Éva magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola Üllői úti tagintézményében. Az iskolák ingyenesen igényelhetik ezt a különleges foglalkozást, amelynek célja, hogy Kodály hazájában a zene eljuthasson a legtávolabbi helyekre, és élményt jelentsen mindenkinek. A muzsikus együttes 10 esztendeje látogatja az iskolákat. Az elmúlt évtized tapasztalatait Hamar Dániel, a zenekar Kossuth díjas tagja összegezte. A szándék az volt, hogy a zene fontosságára fölhívjuk a figyelmet. És ez azért furcsa, mert Kodály hazájában élünk, ahol amíg ő élt és aktív volt, addig léteztek azok a fajta zenei általános iskolák, ahol a heti 7 énekóra, hangszertanulás és a kórus való szereplés, az nem úgy elvette volna a diákoknak az idejét a fontos tantárgyaktól, hanem hozzásegített, hogy könnyebben tanuljanak. Tehát, hogyha sok-sok zenét tanul egy gyerek, akkor minden könnyebbé válik. Na most ennek ellenére, hogy ez egy bizonyított tény, az énekórák egyre inkább háttérbe szorultak, és amikor a heti egy énekóra lett általános országosan elfogadott, akkor határoztuk el, hogy végigjárjuk az iskolákat. És a nagy olajipari cég mögénk állt azért, hogy ne kelljen az iskoláktól semmiféle pénzt elfogadnunk, hanem az ország legtávolabb helyére is eljuthassunk. És épp a számolgattam itt fejben, nincs pontos számítás, hogyha évente 60 iskolába elmegyünk, és csak 200-250 gyerek van általában, átlagosan, meg pedagógus, akkor az itt több százezres szám jön ki ebből. És nekünk az egy céljunk, hogy ez az óra az élményszerű legyen. Tehát a zene az élményt jelentsen a gyerekeknek, és tanulják meg, hogy a zenét hogy kell használni. Ez persze csak egy lépés, de Kodály azt mondta, hogy ha már nincs az a teljesen rendszeres énektanítása az iskolában, akkor legalább a fogékony korszakban élményt adjunk a gyerekeknek. Mivel mi népzenét muzsikálunk, most már Deslöve 4,5 évtizede, mi ezen keresztül tudjuk ezt az élményt adni. De ez lehetne másfajta zenén keresztül is. Nagyon érdekes, hogy van, ahol ismernek minket, és van, ahol nem. Általában bizonyos gimnáziumokban tudják, hogy kik vagyunk, de ennek a korosztálynak nem mi vagyunk a kedvenc zenészei. Bejövünk oda, és kapunk 50 percet arra, hogy ezt megváltoztassuk. És eddig még mindig sikerült, és egészen fantasztikus visszajelzéseket kapunk. Azt kell mondani, hogy sokkal többet kapunk, mint adni vagyunk képesek. A gyerekeknek a szeme, vagy ahogy megváltozik a tekintetük, ahogy kinyílnak, az egészen fantasztikus. Attól rend, hogy az egész iskolát összevonjuk, tehát nem célzatosan egy-egy osztályra, hanem teljes korosztályra. Amikor kezdetben csináltuk, akkor úgy éreztük, hogy könnyebb, hogyha csak felsősek, csak alsósak, ma már tudjuk, hogy lehet együtt is. Óvodásokat azért nem akarunk beindni, mert nekik a figyelem az rövidebb periódus. Tehát mi csinálunk hetente gyerekek, kis óvodásoknak is műsorok, a gyerektáncázat, de az nem iskolai énekóra. És az az érdekes, hogy a tanárok és a diákok ugye együtt vannak, és megváltozik aznap az iskolának a tanítási rendje. Ezt kérjük az iskolától, hogy délelőtt legyen, és ne délután, tehát a normális tanítási időben, mert az mindig egy, mi gyerekkorunkban is emlékszünk rá, hogyha egy kicsit megváltozott a tanítás, az mindig emlékezetes. És ez egy könnyebb dolog, hogy úgy jönnek be, hogy hát nem tudjuk, mi lesz, de jó, hogy nem ez is ez az óra. És nekünk már ez egy nyerőpont, azzal a hátránya, hogy olyan zenét akarunk nekik adni, ami nincs benne az ő zenei világukban. Thank you.
Nagyon érdekes, hogy például ott azokban a helyekben, ahol kicsit szabadabb a légkör, ott a gyerekek nagyon aktívak, ott, ahol pedig egy vidéki iskolában olyan csönd van, mint hogyha egy légynek az üzenését meg lehetne hallani. Ott nehezebb aktiválni a gyerekeket. De mindenütt sikerül, csak időkérdése. Lehet, hogy nem az első 10 percben, de az órán belül legalább kétszer az egész társaságot tudjuk aktivizálni. Én azt nem nagyon veszek észre 10 éven belül nagy változásokat, tehát ugye az, hogy kevés gyerek van, azt sajnos azt mindenütt látjuk, és hogy küszködnek az iskolák azért, hogy megmaradhassanak, és összevont iskolák vannak, területi iskolák, mert egészen más, most apró falvakban voltunk a múlt héten Vas megyében, ahol picik falvak, és egy-egy falu nem tud eltartani egy iskolát, de azért megpróbálják úgy körzetesíteni, hogy legalább ne kelljen sokat utazni a gyereknek, és ha csak 50 van, akkor is ez egy közösség, és egy 50 gyereknek elmegy, és ez egy fantasztikus hangulat, és ott a kicsik, nagyok együtt vannak, 50-en. De mégis az iskola működik, és jól működik. Ez a nagy bűn. Ez a buzsításnak a legnagyobb hangszere, azért ilyen nagyon szép, mély hangokat tudjon megszólaltatni rajta a zene. Persze, magas hangokat is lehet megszólaltatni a bőgőn, megmutatok nektek egy ilyet. Ugye milyen csúnya volt? Igen, hát persze ez nem erre való, hanem a mély hangokra, amit kétféleképpen lehet megszólaltatni. Meg lehet pengetni a hangszer, és akkor megszólal. Gyönyörű hangja van, csak elég hang. Azért szokták a vonót használni, mert addig, amikor megpengetem, akkor a pengetés pillanatában a hangsnál nagyon gyorsan elhal. A zene sokkal fontosabb annál, mint ahogy gondoljuk. Tehát nem csak a mulatságra jó, hanem a bánatra, a közösségteremtés, egy közös éneklés, az fantasztikus közösségteremtő. Tehát mi közösségi lények vagyunk emberek, meg kell élnünk a közösséghez tartozás élményét, különben számkivetettnek érezzük magunkat. Kodály mondta, hogy a közös éneklés azt az élményt meg tudja adni. Ezért szerette a kórusokat, ezért akarta, hogy mindenki énekeljen kórusba, de amikor itt megénekeltek a gyerekeket, egy 3 percen belül lehet látni a változást. Amikor elkezdenek énekelni, más lesz a hangulat. Tehát a közösségi élmény az, ami nagyon fontos, amit tudni kell, hogy ezen egy gyógyít. A lelket karban tartja, már pedig, hogyha a lélek nem egészséges, akkor tesz sem az. Most már mindenki tudja. Tehát a lélek karbantartására kell a zene, és semmi mással nem pótolható. Ez utóbbi 3 szó, ez Kodálynak a szava. Internetes felületen találtunk rá mi is arra a programra, amit a Muzsikás Együttes elhozott most ide a Kőbányai Jenikovszkij Általános Iskola Üllői úti tagintézményébe, és nagy-nagy izgalommal várták a gyerekek és a pedagógusok is, hogy milyen rendhagyó énekórán vehetünk a mai napon részt. Tehát még önök sem tudnak semmit, és előtte vannak. Igen, tehát azért mi is izgatottan. Az imént a folyosón egy felső tagozatos gyerek kérdezte, hogy mi is mehetünk, és mondtam, hogy ez most az alsósoknak lett szervezve, de még a nagyobb gyerekek is igényelnék, hogy bekapcsolódjanak ebbe a programba. Önök tanításban tapasztalják-e, hogy folyamatosan változtatni kell azt, hogy miként tudnak eljutni a gyerekekhez, hogy a figyelmüket, az érdeklődéseket fenntartsák? Komoly kihívás ez manapság? Igen, természetesen ez az oktatásnak a mostanság a legnagyobb kihívása. Éppen azért próbálunk mi is olyan lehetőségeket megragadni, mint ez a program is, amikor egy kicsit kinyitjuk a gyerekek számára is a világot. Ide érkezik egy neves zenekar, és egy nagyszerű program keretében a magyar népzenét meg tudjuk mutatni nekik.
Egyébként a zeneoktatáson belül komolyan foglalkoznak a népzenei résszel, vagy a zeneoktatás lévén ez egy két tannyelvű iskola, tehát nem ez van fókuszban. Hátrányt szenved itt ilyen szempontból a zeneoktatás, vagy igyekeznek egyensúlyban tartani? A magyar-angol kéttanítási nyelvű programban résztvevő tanulók esetén az énekoktatás első és második évfolyamon angol nyelven történik. Ez elsősorban ugye az angol dalok tanulását jelenti számukra, de természetesen amióta két óra lett az énekóra alsó tagozaton, most már úgy oldjuk meg, hogy az egyik óra ebből elsősorban a magyar dalokra fókuszál, ott különösen a népdalokra, hiszen ennek a korosztálynak, az első-második évfolyamnak rendkívül fontos, hogy megismerjék ezt, és igény is van rá a gyerekek részéről, hiszen az óvodából is hozták már magukkal. Körülbelül 180 alsós tanulónk vesz részt ebben a programban, még most is vonulnak a csoportok, úgyhogy reméljük, hogy mi is részt tudunk venni a kezdésen. És esetleg egy következő alkalommal is. Igen, most itt beszélve a zenekar vezetőjével, az iskola miután székhely és tagintézményből, tehát két iskolából tevődik össze, most ugye a tagintézményben, én tervezem mindenképp, hogy majd a székhelyre is hívjuk el egy ilyen rendhagyó órára a zenekart. Célunk az, hogy minden iskolába, akik minket hívnak oda, eljussunk. El a kis tanyasi vagy falusi kisiskolába, ahol csak 50 diák van az egész iskolába, ilyen helyen is voltunk, vagy az elit gimnáziumba, ahol a elit rétegnek a kiválasztó gyerekei tanulnak, mindenütt szükség van erre a fajta zenére, és mindenütt nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Miként tudnak értesülni az iskolák, hogy van ez a lehetőség? Van egy honlap, a muzsikás honlap, rajta van, szépen leírjuk, hogy a rendhagyó énekórához milyen feltételeket kérünk, és jelentkezni lehet. És Sipos Mihály, a muzsikás matematikusa, aki tényleg matematikus, ő egy ilyen táblázatot készít, és mindenhova elmegyünk, ahova hívnak. Persze ő próbálja a jelentkezési sorrendet betartani, tehát most már körülbelül két évet kell várni arra, talán még többet is, hogy valahova eljussunk, de érdemes jelentkezni, mert mindenhova elmegyünk. És ahogy említette, az a céljuk, hogy a zene által megváltozzon mindenkinek az élete. Az önök életét megváltoztatta ez a 10 év, amit ebben eltöltöttek ebben a projektben? Az mi életünket alapvetően meghatározza a zene, és minket már kicsi gyerekkorunk óta a zenei világ az egy más emberré tett. Engem még egy nagyon sok, nekem személyesen egy nagyon nagy változás volt, amikor ebből a népzenével kapcsolatba kerültem, mert Budapesten, a belvárosban, ahol laktam, ott ilyen zene nincs, és amikor én erre rácsodálkoztam, akkor egészen fantasztikus élmények jutottak el hozzám. És ezt az élményt szeretnék átadni, ezeket az élményeket, amiket mi tapasztaltunk a kicsi távoli falvakban, Erdélyben, a felvidéken, délvidéken, Somogyban, Zalában, Szatmárban. A 10 év, amit a gyerekekkel eltöltöttünk, az egy felejthetetlen 10 év. Mindenki úgy gondolja, hogy akkor menő egy zenekar, hogyha a világ nagy koncerttermeiben van a Carnegie Hallban. Hát mi is jártunk ott, nem is egyszer, de amikor egy pici kis gyerek, egy kis dagi, dundi gyerek egy olyan iskolában, ahol lehet látni, hogy a nem nyertesek laknak egy lakótelepen, ahol a munkanélküliség van. És a kicsi, ez a kisfiúcska, ilyen lehetett 8 éves, teljesen átszellemülten két kezét kinyújtva jött felém, és az egyike, jaj, gratulálok, a másika pedig egy kis zacskóba volt 3 háztartási keksz, az ott az aznapi nasúja, és ezt nekem ajándékozta. És ez nekem az egyik legnagyobb tisztelet ilyen. Hey, Dunáról, ugyan szép, szegény, nem tudni.
Kőbánya képviselő testületének soron következő ülése ünnepélyes ajándékcsomagát adással kezdődött. Kovács Róbert polgármester 10 eszközt és szimbolikusan 21 öltözőszekrényt adott át a kerületi rendőrkapitányság munkájának támogatása céljából. Kapitány úr már korábban kérte, és mi a kerületet nyilván erre jóvá hagytuk, hogy különböző eszközökkel támogassuk a rendőrség bűnüldöző, bűnmegelőző, rendfenntartó tevékenységét. Apró dolgok, ezek apró eszközök, hiszen amelyeket átadunk, azok itt mögöttem elférnek egy pár ajándék zacskóban, tehát nem autókat kötöttünk át szalaggal, és nem kulcsokat varázsolunk elő, hanem kisebb eszközöket. Azonban a mindennapi munkához ezek bizony-bizony kellenek, akár az a fényképezőgép, ami itt rejlik a mögöttem lévő tasakban, ami nem is egy kisértékű gép, hiszen 200.000 forint fölött van a beszerzési ára, vagy azok az alkoholszondák, amelyek szintén az acskóban rejtőznek, bizony azokra is szükség van, de akár ilyen egyszerű dolgokra is, mint az elemlámpákra, jó minőségű, nagy teljesítményű elemlámpákra, amelyek itt vannak ezekben a zacskókban, vagy akár azokra az öltözőszekrényekre, amiket a zacskókban most nem tudtunk elhelyezni, de a kapitányság épületében már elkészültek, vagy ott vannak, és a mindennapokban bizony-bizony nagyon jó szolgálatot tesznek, hiszen a rendőrök mondhatni azt, hogy a korábbi öltözőszekrényeik használtanám méltatlan feltételekkel bírtak. Az átadást követően a kapitányság vezetője köszönetét fejezte ki. Én úgy gondolom, hogy megteszik a munkatársaim mindent, ami tőlük telik. Én legalábbis azt kérem tőlük, hogy mindig becsülettel, tisztességesen feküdjenek le este, és úgy gondolják, hogy ma is megtettem mindent, amit meg lehetett. Polgármester úr megemlítette itt az energetikát, hát a legjobb tudomásom szerint elnyertünk egy pályázatot, és 2018. december 31-ig a épületünket szigeteléssel, ablakcserével talán fel fogják újítani, és tényleg akkor olyan körülményeink lesznek a munkatársaimnak, ami a jelenleghez képest jelentős változás lesz. Nagyon jól haladunk az öltöző szekrény cserével, tényleg, és Iván Dávid is meg tudja azt erősíteni, hogy sokkal könnyebb és sokkal célirányosabbak azok a szekrények, amit használunk, és ezekkel az eszközökkel pedig úgy gondolom, hogy megfelelő módon és hatékonyan tudjuk Kőbánya rendjét, közbiztonságát javítani. Köszönjük a támogatást. Én csak magam részéről és a kollégáim részéről tudok ígéretet tenni, hogy megpróbáljuk megszolgálni. Az eszközök átadása után Kovács Róbert polgármesteri beszámolójában a Liget térről és a Hős utcai helyzetről is beszélt. A legutóbbi hírek, híradások arról szóltak, hogy az önkormányzat önkényesen kerítést épít, gettót épít, és falak közé szeretné zárni a Hős utcában élőket. Természetesen erről szó nincs. Nem történik más, mint az ingatlannak a körbehatárolása. Természetesen társasházi közgyűlési döntés alapján, ha az önkormányzat azt kérdezte, egyébként három kérdés volt, és nem az önkormányzat kérdezte, hanem a közös képviselő. Három kérdés, egyik az volt, hogy hozzájárul-e a társasház egy nagyobb közös költséggel tartozással rendelkező tulajdonos részére, hogy elengedi a közös költség tartozást. Ezt nem szavazta meg a társasház. Azt viszont igen, hogy az önkormányzat költségén hozzájárul ahhoz, hogy uniród elemekkel határoljuk az ingatlant az egyik oldalon. Ezek olyan betonelemek, amelyek az autópályák mellett találhatóak. Ott találkozunk velük leggyakrabban, másfél tonnás betonelemek, nem olyan magasak egyébként, 70-80 centi magasak, tehát beláthatóvá teszik a teljes területet, illetve az egyik oldalon helyreállításra kerül a korábban is ott lévő kapu. Mint minden normális ingatlannak, itt is ismét lesz egy kapu. Egyébként az intézkedést azért kezdeményeztük és kértük a társasház közgyűlésének a jóváhagyását, mert nem csak az ott élők halmoznak az udvaron nagy mennyiségű hulladékot, szemetet, hanem jellemző tevékenység, hogy az ott élők közül akár máshol lomtanítást vállalnak, hagyatékfelszámolást vállalnak, vagy akár építőipari tevékenységet végeznek, és ennek a melléktermékét, a hulladékot azt idehozzák a lakóhelyükre, és az udvaron helyezik el, vagy olyan roncs gépjárművek kerülnek az udvarra,
miután ezt már kibelezték, amelyeket később el kell szállítani. A legutóbbi nagy takarításnál azt lehet, hogy egy tucatot vittünk el ezekből a használaton kívüli roncs gépjárművekből. Nyilván szolgálja valamelyest az ott élők biztonságát is, hiszen rengeteg gyerek szaladgál az udvaron, eddig könnyedén kifuthattak az utcára, most ezek a határoló elemek ezt azért nem teszik le, vagy jobban védik őket. Azt is megkérdeztük egyébként, és nyilván a kérdésben benne volt, hogy mindez az önkormányzat költségére történik, tehát hogy hozzájárulnak az ott lakók ahhoz, hogy mi rendet tegyünk helyettük. És a harmadik kérdés is erre irányult, hogy a jövőben rendszeresen az önkormányzat költségén takaríthatunk-e, elvihetjük-e a szemetet. Ehhez is hozzájárult a társasház írásbeli szavazással. Hetente egyébként 8-10 köbméter szemetet szedünk össze, utcáról, illetve bentről az ingatlanról. Ennyi a Hős utcai kerítésépítésnek a rövid története. Nyilván ez nem a probléma megoldását jelenti, hanem a helyzetnek a kezelését, egy olyasfajta kezelését, ami egy elfogadható normalitás rendet igyekszik fenntartani a Hős utcában. Mindannyian tudjuk, hogy a teljes megoldása a problémának az jóval bonyolultabb, és több időt igényel, magasabb forrásigénye van. Az már pozitívabban jött a sajtóban, hogy a Liget téren a szolgáltatóházból, szolgáltatóház bontásához érkezünk. Tavaly ilyen tájban vásároltuk meg a magántulajdont, elkészültek a bontás tervei, folyamatban van a bontást végző vállalkozó kiválasztás, itt a vagyonkezelő jár el, és elkezdődik a bontás. Reményénk szerint november elején ez el tud indulni, én bízom benne, hogy akár egy kicsivel korábban is. A tavasz időszakig nem lesz szép a terület továbbra sem, hiszen föl fogjuk tölteni ezt a gödröt, ilyen pillanatban is nem is építményként funkcionál már, hanem egy torzóként, egy olyan gödörként, ami bementója az elmúlt évtizedek nem jól végig gondolt közlekedési csomópont fejlesztéseinek. Föltöltjük, és nyilván a tavasz időszakig bár tömörítésre is sor kerül, reméljük, hogy oly mértékben fog süllyedni, ülepedni a terület, hogy parkosíthatóvá válik. Az egyik népszerű online magazin azt írta, hogy itt parkot fogunk építeni, és ezen bizony a kőbányaiak elszörnyedtek, nem fogunk parkot építeni, parkosítani fogjuk. Nem egy pihenőpark, játszótér került kialakításra, egy zöld felület. A tájépítészek, kertészek készítettek erre egy tervet, alkalmatlan ez a kis háromszög, hogy itt az emberek kiüljenek, pihenjenek, játszanak a gyerekek, hiszen közel vannak a forgalmas főközlekedési útvonalak, villamos, magas a zajterhelés, a légszennyezettség, tehát bízunk benne, hogy ez a kis zöld felület mindezt enyhíteni fogja. Természetesen vizes elem elhelyezésében gondolkodunk, hiszen a párásításra szükség van egy ilyen környezetben, nem egy hangos csobogóban, hanem egy halk, csendes felületben, amelyet akár meg tudunk világítani, tehát ez is egyfajta kaputerület a városon belül, méltó kiskapuvá váljon a kőbánya belső környezetéhez. Tehát az építkezés, maga a fejlesztés az jövő tavasszal várható. A testület az ülés során a többi közt szavazott a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosításáról, a kőbánya számít rá tanulmányi ösztöndíj rendeletének módosításáról, valamint elbírálta a 2017-es kulturális és művészeti pályázatot is. Volt egy olyan helyiségünk, amelynek a használata már nem volt aktuális. Oktatóteremnek használtuk ezt korábban, ennek az igénye egyre jobban csökkent, és ezért itt volt egy terem, amivel hirtelen nem tudtunk mit kezdeni, ötleteltünk, hogy vajon mi lenne a jó, és ez az ötlet nyert, és azt gondolom, hogy nem ismerülhetett volna fel semmi más. Amíg az olvasás magányos tevékenység, addig egy társasjátékhoz ideális esetben minimum ketten kellenek.
Nem titkoltan közösségépítő szándéka is van annak a játszószobának, ami a kőbányai könyvtárban nyílt meg azzal a reménnyel, hogy a játékélménye egy kicsit talán közelebb hozza az olvasást. Nem mobilnyomogatós, számítógépes, Xboxos vagy PlayStation-ös játékokat találunk itt, hanem a hagyományos fajtájúakat, amelyekkel együtt játszhat az egész család, kicsik és nagyok, ahol az együttlét valódi élménnyé válik. Az ünnepélyes átadón Kovács Róbert is megjelent, és elsők között ült bejátszani a kicsik mellé. Az önkormányzat évről évre támogatja a könyvtár tevékenységét, évről évre a képviselőtestület a költségvetésben meghatároz egy felhasználható forrást, és a könyvtár dönt arról, hogy milyen módon használja mindezt föl. Általában nem állománygyarapításra, hanem valamilyen közösséget építő foglalkozásra, eladásra, vagy most éppen egy új helyiség kialakítására, a helyiségen belül a társas játékot, a játékot célzó tevékenység kialakítására használták föl ezt az összeget. A könyvtárba egyre nehezebben jönnek be a gyerekek, jönnek be a felnőttek. Nagyon gyors tempóban élünk. Ma elővenni egy 800 oldalas kötetet apró betűvel riasztónak is tűnik, amikor kevés az időnk, pedig erről nem szabad lemondani, és arról sem szabad lemondani, hogy papírillatú, könyvszagú, könyvillatú élményt szerezzünk a gyerekeinknek, és nyilván minél gazdagabb kínálatot nyújt egy könyvtár, minél több funkcióval rendelkezik, annál inkább meg tudja szólítani az olvasóit, meg tudja szólítani a gyerekeket, vagy akár jöhetnek a szülők gyerekekkel, és még a gyermek játszik, addig ők böngésznek a könyvek között, vagy fordítva. És a közösségépítés egy játékon keresztül, azt gondolom, egyetlen a játék megtalálása, hiszen ma legtöbbször különböző elektronikus játékokkal játszanak a gyerekek, számítógépeket, telefonnyomogatnak, Xboxok, PlayStationok, hossza lehetne azoknak az eszközöknek a sorát sorolni, amivel játszanak, mennyivel nagyobb élmény kínál egy családi kinevet a végén, egy kártyajáték, egy römi, vagy akár egy országváros, és hát a torpedó és az összes többi eszköz nélküli egyéb módon is elérhető játékunk, azt gondolom minden felnőttnél ott van az emlékek között, elő kell venni újra. Én bízom benne, hogy terjedni fog, vagy akár más kőbányai intézmények is csatlakoznak ehhez, hiszen nagyon sok helyen lehet játszani. Akár egy sportintézményben is lehet egyébként, ahol a szülők várják a gyerekeket, miért ne játszhatnának közben egymással a szülők, kialakulnának új kapcsolatok, nem csak ott is a telefonböngészve üldögélnénk és várakoznánk. Bárhol el tudom képzelni egyébként, akár még egy orvosi rendelőben is helye lehet egy-egy társas játéknak, vagy egy olyan eszköznek, amivel a gyerekek másként tudják tölteni az időt, mint ahogyan most látjuk. Vajon otthon mennyi ideig jut játszani egymással? Mindig játszunk, tehát ez elengedhetetlen a családi hosszú hétvégeken. Mindig előkerül a kártya, előkerül a Scrabble, logikai játékok, tiktakbum, amin sokat lehet nevetni. Nekünk van egy jó játékgyűjteményünk, karácsonyi ajándékok között mindig ott lapul egy-egy társas játék is. A játékszoba átadásán megjelent kicsiket és nagyokat Berec András Kossuth Díjas ének és mesemondó szórakoztatta. A menyét előugrott a bokorból. A menyét előugrott, felszaladt a lándzsa hegyére, ami a menyétől se kis teljesítmény. A hegyén egy darabon megpihent, pedig valljuk be őszintén, hogy legyünk már ennyire menyétek. Nem kellemes tartózkodási hely. Onnan azonban meglátta Szent Lászon a komoly méretű boltozatos melye van, hát azon is egy darabon megpihent, úgyhogy rögtön tudta László, hogy jól áll a szekerük, meg is nyerték a csatát, és utána nagy örömükbe Géza bátyjával oda erre a gyönyörű helyszínre visszamentek. Újabb látomásuk volt, én nem tudom, ez a kor milyen gyönyörű volt, hogy bárhol néztek valami rendkívüli, valami olyan egyetemes, olyan említése érdemes dolog történt. Én annyit merezgettem itt Kőbányán is a szememet, kell ünnepeljek, hogy valami igen különleges álmot lássak fényesen. Nagyon szeretek társasjátékozni otthon a családommal, és azt gondoltam, hogy egy könyvtár pont egy tökéletes hely arra, hogy társasjátékkal egészítsük ki a könyvtár látogatást. Mert azt gondolom, hogy a mai világban a könyvtár látogatottsága egyre alacsonyabb, sajnos. Magukért, a könyvekért, viszont kevés olyan hely van, ahol az emberek együtt tudnak játszani, beszélgetni, minőségi időt együtt tölteni, és azt gondolom, hogy a társasjáték az egy olyan
olyan forma, ami pont az együtt létre serkent mindenkit. Ezért gondoltuk azt, hogy egy társasjátékszobát berendezünk, ahol a nyitvatartási időben bárki szabadon a saját szabad idejéhez igazodva tud játszani együtt a családjával, barátaival, nagyszüleivel, testvéreivel. Izgalmas ötlet, hiszen az olvasás, a könyvolvasás az egy magányos tevékenység, a társasjáték meg ahhoz minimum két ember szükségeltetik. Igen, én is azt gondolom, hogy a könyvtár az egy tanulóhely, illetve kölcsönzőhely, ahol nagyon jól el lehet olvasgatni a napi sajtót, vagy a heti magazinokat, vagy lehet tanulni, de mégiscsak egy magányos tevékenység. Hogyha mi közösségi teret szeretnénk nyújtani, akkor ahhoz egy társasjáték az egy remek lehetőség. És elképzelhető, hogy ha valaki ide szokik és itt játszik, utána elmegy és elővesz egy könyvet mondjuk vagy valamelyik polcon? Én nagyon remélem, hogy így lesz. Igazság szerint abban is hiszünk, hogy sokan nem tudnak erről a könyvtárról. Nincsen kiírva a művelődési házra, hogy itt van könyvtár. Sokaktól hallom, aki betéri, de nem is tudtam, hogy itt van könyvtár. Hogyha a társasjáték az egy olyan mágnes, egy olyan húzóerő lehet, aminek esetleg szájról szájra terjed a híre, akkor lehet, hogy betéved hozzánk olyan, aki nem tudta, hogy itt van könyvtár, vagy csak a játék kedvéért jött, és meglátja, hogy rendelkezünk a legújabb könyvekkel, a bestsellerekkel, azokkal a drága mesekönyvekkel, amelyek a mai korban már nem feltétlenül engedhetünk meg magunknak, hogy megvegyük. Innen viszont ingyen ki lehet kölcsönözni, mivel 16 éves kor alatt ingyenes a beiratkozás. Azt remélem, hogy ettől a könyvtárnak is felívelőben lesz talán a csillaga. Manapság, amikor ugye kevésbé olvasnak, szívesen meg megjelentek az e-bookok például, a könyvtárak helyzete az milyen? A könyvtár stabilan tartja magát, azt gondolom, mert hogy mindig is lesznek olyan rétegek, akik szeretnek olvasni, és mindig egyre több olyan ember lesz, akinek anyagilag megterhelést jelent megvenni azt a mennyiségű könyvet, amit szeret olvasni. Ugyanakkor azok, akik szeretnek olvasni, azok közül érzem azt, hogy egyre csökken az, hogy az olvasásra szánt időt megteremtik maguknak. Tehát igazából attól félünk mi könyvtárosok, hogy azokat fogjuk szépen lassan elveszíteni, akik eddig is szerettek olvasni. Úgyhogy nehezen gondolom, hogy egy kicsit nehéz a helyzetünk. Az e-bookokat én nem érzem veszélynek, mert azt gondolom, hogy ez egy időszakos dolog volt, aminek valahogy azt érzem, hogy kezd lefelé menni egy kicsit a csillaga. Magának az olvasásnak kellene egy picit még tartania magát hosszasabban szerintem. Nyilván nem fogjuk megváltani a világot, de mégis milyen ötleteik vannak, hogy hogyan lehet az olvasást újból közelhozni? Fontos szerintem egy írónak a személye. Én azt gondolom, például lehet az egy trendi dolog, hogyha egy író frappáns Facebook posztokat tesz föl, hogyha a személye olyan, amin egy író-olvasó találkozóra elmenni, az egy élmény. Volt nálunk két hete Grecsó Krisztián, szinte egy stand-up comedy-t adott itt elő a könyvtárban, élmény volt ez az egy óra vele. Ez például lehet egy olyan dolog, kíváncsivá tesz, előveszem a könyvét, beleolvasok. Nagyon fontos az is, hogy mindenki megtalálja azt a könyvet, ami neki szól, mert nagyon sokfélék vagyunk, rengeteg a könyv, rengeteg olyan könyv jelenik meg, aminek szerintem a minősége nem feltétlenül éri meg azt, hogy kiadják, mégis kiadják. Tehát, hogyha megtaláljuk azt a könyvet, ami kifejezetten nekünk szól, amit nem tudunk letenni, és jobban érdekel, mint az a digitális média vagy közösségi média, ami vonzana helyette, akkor szintén nagyon fontos, hogy hát akkor inkább az olvasáshoz nyúlunk. Ehhez viszont megfelelő sajtóorgánumokat kell olvasgatnunk, hogy melyek azok a könyvek, amelyek tehát kellenek jó könyvkritikák, könyvajánlók, jó lenne YouTube videókat készíteni könyvajánlókról, szóval egy picit változnia kell szerintem a könyvkiadásnak is, a könyvtáraknak is. Most kezdjük csak kapkodni a fejünket, és kell felzárkóznunk ehhez. Ahogy változtak az olvasáshoz való viszonyulások, az olvasási szokások, a játék is változott. Mennyiben vették figyelembe, vagy milyen válogatási szempontok voltak, hogy milyen típusú játékokat vesznek ide? Első szempontunk az volt, hogy minden korosztálynak legyen játéka, tehát az egészen piciknek, 4 éveseknek is, mert nálunk nagyon nagy a gyerek közönség. Legyenek iskolás játékok, kiskamaszoknak, intellektuális, logikai játékok, és van néhány olyan játékunk, ami felnőtteknek is élvezhető, vagy nagyobb gyerekekkel, családoknak. Ez volt az egyik. A másik az, hogy több olyan játékot szereztünk be, amely úgynevezett kooperatív játék, tehát együtt kell legyőzni a játékot, és ez pedig nem a versengést erősíti, hanem az együttműködést. Egyre több ilyen játék van szerencsére. Illetve, ami még nem érkezett meg, de nagyon hamarosan megérkezik a szobába, a rendelt
cseréltünk olyan játékokat, amelyek szabadulószobát idéznek elő, és akkor egy picit ezeket a nagyon drága szabadulószobáknak az alternatívaként felajánljuk, hogy itt a könyvtárban próbálják ki azt, hogy milyen lehet vajon együtt megoldani egy rejtvényt 60 perc alatt. Tehát mindenképpen arra próbálunk figyelni a játékoknál, hogy az együttjátszás öröme legyen meg, és ne a versengésé. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem csak az olvasás, hanem a játék is nevel? Persze, abszolút. Tehát a játék szerintem azt gondolom, hogy jobban nevel, mert olyan kompetenciákat fejleszt ki, amelyek a való életben nagyon fontosak, az olvasás meg elsősorban a magunkon való munkát segíti elő, és a többi ember megértését, és a kettő együtt ad ki egy ilyen jó kis csomagot. És mikor tervezi, hogy beül ide is játszik egyen? Ó, én már ültem be és játszottam. Tehát muszáj volt kipróbálni a játékokat, tehát ezt nem várhatjuk el a gyerekektől, hogy végigolvassák a hosszú játékszabályokat, tehát mi a kollégákkal felkészültünk erre, és már kipróbáltuk, illetve hát amint lehetőségem lesz a könyvtári munka mellett elkapni a gyereknek a kezét, hogy gyere játszunk, akkor azonnal megyek és játszom. Elképzelhető, hogy mondjuk hiányzik egy kollega, az lehet, hogy a játékszobában találják meg? Elég valószínű, igen. Centrumban a kapitányság, méghozzá a kőbányai kapitányság, és egy a napokban történt üggyel kezdjük a beszélgetést, hiszen Kőbányán bankrablót fogtak, ennek a története, illetve a helyzet pillanatnyi állása az, ami a beszélgetés elejére kívánkozik. Azért nem minden nap szoktak bankrablót fogni itt Kőbányán, szerencsére nem gyakran van ez a kihívás. Erről milyen történetet tud megosztani velünk, kapitány úr? Üdvözlöm a nézőket! Valóban nem mindennapi esemény, hál' Istennek, maga a bankrablás, de az viszont mindenféleképpen örvendetes, hogy az elkövető gyakorlatilag percekig sem tudta élvezni annak a hasznát, amit megpróbált megszerezni. Délelőtt folyamán érkezett a jelzés a tevékenységirányítási központunkba, hogy bankrablás van a CIP bankban. A kollégáim pont a kapitányságon voltak, hallották a forgalmazást, azonnal a gépkocsiba jöttek, és ugye indultak a helyszínre, és egy nagyon jó személy leírás alapján, amikor a helyszínre érkeztek, akkor a bankból éppen a gyalog átkelő helyen át távozó, mint később kiderült, valóban az elkövető szemét próbálták intézkedés alá vonni, aki hát a fegyvert ráfogta a kollégáimra, amivel a bankrablást elkövette. Ennek a szakértő vizsgálat ez még folyamatban, ugye ez valóban lőfegyver volt-e, vagy valamilyen más fegyver. Tehát mondjuk azt, hogy egy fegyvert ráfogott a rendőrökre, ők ilyen, ebben az esetben szintén elővették a szolgálati fegyverüket, és a tanult fogások alapján próbáltak legyező irányba szétnyílni. Akkor az elkövető próbált ismét menekülni, és akkor elütötte éppen a közlekedő kis tehergépjármű. Ezt követően a kollégáim pedig tényleg elfogták és biztosítottak mindent. Mint kiderült, nála volt a bankból eltulajdonított közel 2,5 millió forint a ruhájába begyömöszölve, és hát sikerült olyan bizonyítékokat is összegyűjteni még a helyszínen, ami a bűnösségét valószínűleg igazolni fogja. Magát a nyomozást most már a budapesti rendőrfőkapitányság végzi, hiszen hatásköri szabályok alapján ez a jellegű bűncselekmény már az ő hatáskörükbe tartozik. Tehát önök voltak éppen figyelemmel kísérhetik a fejleményeket, de már legfeljebb majd csak a bírósági szakaszban tanúként jelennek meg? Hát valóban, tehát részcselekményeket még végezhetünk, hiszen megbízhatnak bennünket a budapesti rendőrfőkapitányság, a rablási osztálynak a munkatársai, de alapvetően ilyenkor már ők végzik a nyomozást, mi feltehetőleg majd a bírói szakban kapcsolódunk be újra, hogy mit tapasztalt a kollégáim, milyen volt. Azt azért el kell mondani, hogy az elkövetővel szemben azért tettünk büntető feljelentést és hivatalos személy elleni erőszak miatt, tehát párhuzamosan egy másik eljárást is kezdeményeztünk a nyomozóügyészségen. Árulj el, mi játszódik le egy rendőr fejében, amikor mondjuk éppen akcióban van, és látja, hogy az, akivel szemben intézkedni akar, előránt egy fegyvert, vagy valami olyasmit, ami fegyvernek tekinthető, vagy annak gyanítható? Nyilván a kollégáim ki vannak képezve, tehát minden évben rendszeresen részt veszünk lövészeten, pszichológiai képzésen, intézkedéstaktikai képzések rendszeresen vannak, nem csak a kapitányság, hanem a központi szerveknél is. Az, hogy mi játszódik a fejében, hallomásból tudom, hiszen én még nem kerültem ilyen helyzetbe, hogy fegyvert fogtak volna rám, viszont a munkatársaim elmondták, hogy
nem csak ösztönös cselekedet jön, hanem a tanult fogásokat is, hiszen amit mondtam, hogy legyező irányba szétnyíltak. A kollégáimik azzal is tisztább voltak, hogy ebben a konkrét esetben a fegyver használat, tehát a törvény által biztosított legsúlyosabb kényszerítő eszközünknek a használata is fennállt volna, viszont azt is látták, hogy az elkövető mögötti gyalogátkelő helynél állnak további személyek, tehát az ő életük is veszélybe lett volna, ezért nem használták a fegyverüket, tehát teljesen tiszta tudattal, nem úgymond csőlátással viselkedtek az adott ügyben. Annyit azért 2-3 nap múlva azért beszélgettünk újra, amikor már egy kicsit letisztulnak ezek a körülmények, hogy azért aznap este nem aludtak nyugodtan, tehát kavarogtak bennük az érzelmek, viszont pszichésen nem viselte meg őket, és ez mindenféleképpen egy jó jel, hogy a kiképzésünk talán jó irányba mozdul, jó irányba halad a munkatársaimnál. Ez az eset nyilván kiemelkedett az általános, átlagos napi munka köréből. A napi munka ez időtájt döntően miről szól? Hát jelenlegi állapotunkban mindenféleképpen az év végi ünnepekre, illetve a közlekedési helyzet az, ami leginkább foglalkoztat bennünket, hiszen a tél már megmutatta oroszlán körmeit az elmúlt hetekben, és csak ezután jön még a valódi tél, tehát nem csak mi magunk, hanem a járműveinket is fel kell készíteni erre. Nagyon fontos, hogy lássunk és látszódjunk is, tehát a látni és látszani meghirdetett programunk még mindig él, és fontos az, hogy a járműveinket átvizsgáljuk, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok állapotát, az ablaktörlők állapotát fontos, hogy megnézzük gyakorlatilag a hűtőfolyadéknak az állapotát, hogy milyen minuszokat fog még elviselni ez a jármű, és reggel biztonságosan tudjunk elindulni, hiszen ha késésbe vagyunk, az egy újabb presszió az embernek, hogy gyorsabban közlekedjen, és nyilván, ha nincs felkészítve a jármű, akkor azért fokozottan baleset veszélyes, tehát erre tisztelettel kérek minden autós társamat, hogy ne sajnáljuk rá az időt, ne sajnáljuk rá az energiát, illetve adott esetben a forintjainkat sem, hogy az autónkat felkészítsük a biztonságos téli közlekedésre. Forduljunk szakemberekhez, nézzük meg a világító berendezéseket, hogy megfelelően be legyenek állítva, és erre oda kell koncentrálni. És ugye átjön a karácsony, ez az igazi őrület idézőjelbe, és mindenféleképpen felhívnám a figyelmet a vagyonvédelmeinkre, nem csak a lakásunkra, hanem a bevásárlóközpontokba, a piacokon, vagy éppen a közlekedési eszközön történő utazás során vigyázzunk az értékeinkre, mert mások arra specializálódnak, hogy ezeket elvegyék tőlünk, ne adjunk lehetőséget arra, hogy sértettekké váljunk. Így több éves viszonylatban adatok alapján is mondja ezt, amit mond? Tehát ilyenkor valóban a korábbi években gyakrabban voltak ilyen ügyek? Nem mondanám ezt, hogy gyakrabban voltak ügyek, hanem sokkal több ember fordul meg ilyenkor a bevásárlóközpontokban, a piacokon, a vásárok területén, és nyilván a több ember az mindig nagyobb esélyt kínál az elkövetőknek, és nekünk vigyáznunk kell. Nem látjuk ezeket az összefüggéseket, nyilván a bolti lopásaink azok ilyenkor azért érezhetően egy picikét megemelkednek, tehát az üzletek sérelmére elkövetett vagyon elleni cselekményeink. A személyeknél inkább az alkalmat kell megakadályozni, tehát figyeljünk arra, hogy amikor fizetünk, akkor a pénztárcát ne tegyük le a kassza mellé, és utána örömmel távozunk az általunk megvásárolt termékkel, ott hagyva az értékeinket. Tehát én nekem inkább ez a célom, hogy próbáljuk a saját magunk figyelmét koncentrálni arra, hogy vigyázzunk az értékeinkre. Most miután a vásárlási időszak igazából csúcspontjáról beszélünk. Eszembe jutott egy személyes, kellemetlen személyes élmény alapján, hogy tudnilik, mi minden következik akkor, amikor az ember megpróbál hamis pénzzel fizetni, miközben adott esetben nem is tud róla. Tehát magyarán alkalmasint én átlettem valamikor verve egy olyan pénzzel, amivel aztán, amikor fizetni akartam, akkor kiderült róla, hogy hamis. A pénztáros mondta, hogy hopp, rögtön hívta a biztonsági szolgálatot, aztán utána a rendőrt, és eltartott egy ideig, amíg sikerült tisztázni, hogy valójában én nem voltam sáros ebben a dologban.
ez általában hogy zajlik? Szóval megesik az ilyen mostanában is? Természetesen előfordul, hiszen a pénzhamisítás ez most is megtörténik. Amit elmondott szerkesztő úr, tehát ez az eljárási folyamat, nyilván ha pénztáros érzékeli, hogy a hamis pénz, akkor ezt le kell foglalni, el kell indítani a büntetőeljárást, ezt a pénzt kizárólagos a Magyar Nemzeti Bank vizsgálja be, hogy tényleg hamis-e, és ezt követően történik a nyomozás, hogy esetlegesen hol állították elő. Nyilván itt fontos statisztikai adatok állnak rendelkezésre, hogy milyen sorozatszámú, milyen technikával készült, és nyilván ezeket későbbiek folyamán kapcsoljuk egymáshoz, és az is lehet, hogy ezt a pénzt adott esetben egy másik városban állították elő, csak a terjesztés, a szétszórás folyamán került önhöz, vagy éppen a lakosság többi tagjaihoz. Vannak jó minőségű hamisítványok, amik valóban csak egy banki vizsgálat során derülnek ki. Nyilván ekkor ugyanez az eljárás, csak kvázi személy nem kapcsolódik közvetlenül hozzá. Gondolom mostanában, amikor bankjegy csere is zajlik folyamatosan, még különösen érdemes odafigyelni az embernek arra, hogy minden rendben van-e azokkal a bankjegyekkel, amiket kap valahonnan. Így van, így van. Nyilván aki használ készpénzt, az erre oda kell figyelnie. Aki kártyával fizet, az pedig ne tegye a kártyájára a PIN-kódot, amit számtalanszor elmondtunk, vigyázzunk rá, magát a PIN-kódot úgy próbáljuk a terminálnál rögzíteni, hogy más ne láthassa, ne tudják rögzíteni, takarjuk a kezünkkel, sállal, bármivel, hiszen ezekkel az adatokkal ugyanúgy vissza tudnak élni adott esetben. Kapitány úr, ön ilyenkor ünnepek táján is, meg máskor is nagyon határozottan jelzi, hogy az alkoholfogyasztás az a vezetés közben az nem tolerálható, tehát nulla a tolerancia szint. Ezt most csak azért adom fel magas labdaként, mert ugye jönnek az ünnepek, amikor az ember könnyen gondolhatja azt, hogy hát egy pohár bor, vagy egy pohár sör, egy-két órát úgyis ott vagyok, aztán elmúlik ezzel. Mi a helyzet, mit kezdjünk vele? Szerkesztő rosszul mondta, nem vezetés közben, hanem vezetés előtt sem lehet alkoholt fogyasztani. Valóban teljes támogatottság részemről a nulla tolerancia. Aki vezet, az sem előtte, sem közben ne fogyasszon alkoholt. Tompítja az érzékszerveket, lelassítja a reakcióidőt, nagyon balesetveszélyes, és senkinek nem kívánom azt, hogy családtagját pont egy ittas vezető gázolja el, ne is legyen benne adott esetben súlyos következmény, csak maga a tragédia lehetősége is ilyenkor megérinti az embert. Minden erőnkkel küzdünk ellene, és önkormányzatot meg kell említeni, hiszen a közelmúltban kaptunk tőlük két olyan eszközt, amivel a helyszíni intézkedéseknél tudjuk az alkoholos befolyásoltságot vizsgálni. Köszönet érte. Bízom benne, hogy a kollégáim ezt minél hatékonyabban végzik, és minél több ittas vezetőt tudunk kiszűrni. Minden vezetőt kérek, nem csak Kőbányán, hanem az ország minden pontján, hogy vegyék figyelembe az embertársainknak a jogait, és ne fogyasszanak alkoholt vezetés előtt és közben, ne vezessenek, így azt a kis időt ki kell bírni, és otthon, méltó körülmények között, akár gyertyafény mellett fogyasszunk, ami jól esik mértékkel. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm a lehetőséget.